Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Tegnaphoz képest még melegebb időjárásra számíthatunk. 31-32 fokot is mutathatnak a hőmérők, és még mindig sok napsütésben lesz részünk, de délután néhol már zápor vagy zivatar kialakulhat, és ezek a záporok, zivatarok azt is mutatják, hogy a hét további részében változékony, további záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra kell számítani. Ma tehát a sok napsütés mellett legfeljebb fátyol felhőzet, illetve gomoly felhőzet jelenhet meg az égen. Északnyugaton, illetve délkeleten valószínű, hogy zápor, zivatar kialakuljon, mindemellett többnyire még mérsékelt vagy élénk lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnaptól már sokkal több helyen kell számítanunk záporra, zivatarra, és a hét további részében is folytatódik a változékony, mozgalmas időjárás. Csütörtökön a Dunántúlon pedig legfeljebb 20 fokra készülhetünk, vagyis ott jelentősen visszaesik a hőmérséklet. További kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai nyárias, júliusi hőmérsékletű nap után záporok, zivatarok érkeznek. A hét hátra levő részében nem lesz eseménytelen az időjárás, jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. Egy-egy erősebb záporban rövid idő alatt lokálisan lehullhat 30-40 mm-nyi eső, de a hétvégéig összesítve nagy területen a várható csapadék mennyisége elérheti a 20 mm-t. És az éremnek most is két oldala van, a mezőgazdaságban még mindig várják a csapadékot, száraz a talaj, bár a múlt heti eső a Dunántúlon némileg javított a helyzeten, de még mindig vannak igen vízhiányos földek. Viszont a gyakori záporok, zivatarok kockázatossá teszik a szabadtéri program terveket, sajnos hevesebb, akár jéggel és szélviharral járó záporra, zivatarra is fel kell készülni. Ráadásul a Dunántúlon nem csak ázni, hanem fázni is fognak, hiszen néhol csak 15 fok közelébe melegszik majd fel a levegő. És ez az előrelejzés tulajdonképpen egészen a hétvégéig szól, bár vasárnapra azért csökken majd a csapadék hajlam. A mai, főleg a délelőtre jellemző, csak nem zavartalan napsütésben még mindig nehéz volt elhinni, hogy nagyot fordul majd az időjárás. Az anticiklon helyére, amely csupán néhány napig tartotta magát a Kárpát-medence felett, egyre nedvesebb levegő érkezik. Pontosítva, a nyugat-észak-nyugat Európa feletti ciklonhoz tartozó, hosszan elnyúló frontrendszer határozza majd meg időjárásunkat, és ez a fronthatás csak több nap után szűnik majd meg. Ma még a Pireneusi félsziget déli felén napos nyaraló idő volt, ezzel szemben a félsziget északi felén, Franciaországban, Németországban, de a tőlünk nyugatra, északnyugatra található országok nagy részében felhős volt az időjárás. Napsütés is előfordult ugyan, de a hullámzó fronthoz tartozó esőről is érkezett jelentés. Franciaországban, Németországban, Csehországban, a Benelux államokban, illetve a skandináv félsziget déli felén eső, zápor és zivatar is kialakult. Holnapra a közép-európai térség fölé húzódik, majd le is lassul ez a frontrendszer, ezért kedvező feltételek maradnak több napon keresztül a csapadék képződéshez. Csendesebb eső mellett a záporokat intenzívebb csapadékhullás, dörgés és villámlás is kísérheti. Holnap tehát Európa középső tájain csapadékosra fordul az idő, de jelentősebb eső várható Németország déli felén, az Alpok térségében, Svájcban, Ausztriában, de még Lengyelországban is. És a frontzóna mögött, azaz Nyugat-Európa döntő részén mérsékelten meleg idő van, általában 20 fok körül alakul a hőmérséklet, vagy leginkább az alatt. Európa északi felén 10-14 fok a jellemző, de a déli területeken továbbra is tartja magát a 30 fok, vagy a feletti maximum. Ugyanakkor a kelet-európa síkságra a front előtt az eddigieknél jó pár fokkal melegebb levegő érkezik, és ma igazi nyárias időben volt részünk itt a Kárpát-medencében is, kék ég és sok napsütő, és valamint gyorsan melegedő levegő jellemezte a mai időjárást. A déli órákban már több helyen 25 fok körül volt a hőmérséklet, délutánra pedig további 5-6 fokot úszott még felfelé a hőmérséklet. Az idén, az eddig eltelt napok között ez volt az egyik legmelegebb nap. Hasonló meleg és napos idő pedig ezen a héten már nem ígérkezik.
Az időkép.hu ajkai webkamerájának felvételén azonban még a ma délelőtti napos idő látszik. Az éjszaka azonban már nem lesz nyugodt az időjárás, változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, és eleinte nyugaton várható zápor, zivatar, majd a záporos zivatarok, gócok kelet-észak-kelet felé mozdulnak. Az éjszaka inkább a Dunától keletre alakulhat ki néhány zivatar, hevesebbekre a délkeleti megyékben van nagyobb esély, a zivatarokat pedig viharos erejű szél is kísérheti. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű. Holnap gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, amely mellett azért majd kisüt a nap, vagyis nem maradunk teljesen napsütés nélkül. Észak-nyugaton ugyanakkor zárt is lehet a felhőzet. Célszerű a következő napokra elővenni az esernyőt, de akár a gumicsizmát is. Több helyen, gyakorlatilag bárhol az országban előfordulnak majd záporok, zivatarok, heves és intenzív zivatarok is várhatók, legnagyobb valószínűséggel a középső és északi területeken. Nagyobb méretű jég és felhőszakadás is lehet. No és viharos erejű szél kíséri majd a zivatarokat, ettől függetlenül pedig az ország nagy részén a déli-délkeleti szél élénk lesz, a Dunántúlon pedig a légmozgás majd egyre inkább északnyugatira fordul, egyre nagyobb területen, és meg is erősödik. A maihoz hasonló melegre holnap már nem számíthatunk, de még azért nagyon hűvös sem lesz, kivéve az északnyugati határvidéket. Ott csak 20 fok körüli maximum ígérkezik, míg az ország legnagyobb részén a hőmérséklet eléri a 25-30 fokot. Ugyanakkor a nagy hőmérsékleti kontraszt kezd már kialakulni, ami egyébként a következő napokban is meghatározó lesz. Északnyugaton tehát inkább csak 20 fok körül lesz majd a hőmérséklet, míg délkeleten 30 fokot is mérhetünk. És később egyre inkább élesedik ez a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon kifejezetten hűvös időre helyenként akár 15 fok alatti maximumra is készülni kell, keleten még a hétvégéig tartja magát a nyárias meleg, de a következő napokban minden nap számítanunk kell több helyen záporra, zivatarra, felhőszakadásra és jégesőre, és csak kevés napsütésben bízhatunk. További kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!